2015 évelején már látszott, hogy nagyobb az érdeklődés az eladó lakások iránt, és több adásvétel is történt, mint az előző években. A tavasszal, és miután elérhetővé váltak az állami lakástámogatási formák, köztük az úgynevezett csok, felpörgött az ingatlan piac. Ezzel egy időben a lakásárak szinte az ország minden részén, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is közel 15%-kal emelkedtek. Átlagosan 160 ezer forintos négyzetméter áron kaphatók a használt lakások, és a családi házak egy része is, főként vidéken. Az év különböző szakaszaiban változó a kereslet, változó a tranzakciószám is, hiszen észrevehető, hogy az év végére már szűkül a kínálat. A kislakások elsődlegesen a minimum 1+1-es, de ugye a nagyobb családosok a 2-3 szobás lakásokra is aktív keresést mutatnak, illetve és árban elsődlegesen ugye ez a 6 és 8 millió forint közötti panellakások, téglagázosoknál a 9-12 közötti a favorit. Ez négyzetméter szobaszám függvénye, illetve állapot függvénye, és ugye ami a standard a családi házaknál a 10 millió, 13 millió közötti családi ház, illetve van kereslet már az újabb építésű 18-25 közötti családi házakra, vagy sorházakra. A családok otthonteremtési kedvezménye növekedést hozott a lakáshitelek piacán is. A hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokkot. A családok élnek az állami támogatásokat a lehetőségekkel, és kérik használt lakásra is a támogatást. A csoknak köszönhetően a vidéki településeken egy 1,5 millió forint körül támogatás akár az ingatlan vételárának az 50%-át is kiteheti. Így jelentős mértékben megnőtt a vidéken ingatlan vásárlók száma is, és az ottani tranzakciók igazából sokkal erősebbek a növekedés dinamikáját tekintve, mint a megyeszékhelyen. A nagyobb városokban szűkíti a kínálatot az, hogy kevés lakás épült újonnan. Ebben lehet a következő években változás, ha tovább növekszik a kereslet, a vállalkozások kedvet kaphatnak az építéshez. 2015 végére a kínálat csökkent az ingatlan piacon, de még így is megtalálják számításaikat azok, akik ingatlant befektetési céllal vesznek. A szakértők szerint ugyanis a jelenlegi alacsony jegybanki alapkamat miatt a bankoknál nincs befektetési hozam, akinek pénze van, inkább ingatlant vásárol.